reformátusok, esetleg erős áll a mi Istenünk, dicsétessék a Jézus Krisztus. Mindenkit szeretettel köszöntünk a szabadságtéri hazatérés református templomban, az Orgonák éjszakájának egy koncert sorozati programján, melyen az orgonánál Schmidt Dávid kántor orgonista játszik majd. Én fogok énekelni, én Mészárosné Hegedűs Zsonna lelkipásztor vagyok, de itt vagyok meg a második kerületben, és Dávidnak az édesanyja, aki szintén lelkipásztor, Schmidtné Kis Judit szolgál majd közöttünk egy rövid állítat erejéig a koncertnek a felénél. A mostani programon, aki még nem lett volna itt soha a szabadságtéri hazatérés templomában, láthatja a csodálatos címereket, mind az ólomüvegablakokon, felvidéki és erdélyi város címerek láthatók, illetve fönn a mennyezeten a 71 történelmi vármegye címer látható, melyet Derdák Éva festő-restaurátor művész, a gyülekezet presbiterrel festett, és Périvel Vicc Antallal tették fel ezeket oda. És itt látható a templomban a történelmi zászlósor közül a legszebbek és a nem azt mondom a legérdemlegesebbek, de amit befértek ide a templomba, és itt a Magyarország történelmének legelőször itt került be a templomi, illetve a zászlósorba az 56-os lyukas zászló. Egyébként arról errefele ugye a Szent István miatt a vöröses lobogó, ugye az Árpád-házi kettős kereszt, Árpád-házi sávos, akkor az Anzsú Liliomos, akkor Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, fekete sereg, akkor a Dózsa zászlaja, fehéren az a szép piros kereszt, és akkor itt látható a Bocskai, akkor Betlen Gábor, Zrínyi, Tököli, Rákóczi, Ferenc zászlaja rajta a mondata, Jusszán Kauzán, Deus Noter Winkel, Isten az igazikben nem hagy el, akkor a kuruszlovasság, az a kicsi zöldes, utána a 48-as nemzetőrség, és utána az 56-os lyukas zászló. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon szép, nem gondolnák az emberek kínálva, hogy milyen szép templom belső az, ami itt fogadja őket. A mostani koncerten rövidebb darabokkal készültünk, mint az orgonista, mint pedig én, együttesen Dáviddal. Először hallgassák szeretettel Lübecknek az F-dur preludiumát és fúgáját. Thank you.
egyébként, melyen Dávid játszik három manuálos, gondolom nem lesz akadály annak, hogy a koncert révén, aki szeretnél közeledni és megtekintse majd. Egyébként az éneteket úgy szoktuk kirakni, hogy az egy ajtó, oda föl lehet menni lépcsővel, tehát azt ki lehet nyitni azt az ajtót és úgy berakni, de hogy rakjuk be ott fönn? Ott nincs ugyanis lépcső a sekrestéből, a sípok mögött lehet elmenni, és a vészkorszak idején egyébként ott egy családot rejtegettek is, és így menekültek meg, azt nem tudták, hogy hogy lehet megközelíteni azt a kis szobarészt. A következő két mű Johann Sebastian Bachnak egy-egy korál előjátéka lesz, az egyik Krislág in Todeswandern, a Bach Bergefeldzeitmann 625-ös számmal szerepel, és a másik korál előjáték pedig Wilhelm Liebenbot lesz Warten, a 642-es számot viselő Bach összegyűjtő egyszintjében. Tenger, a hegyek, a völgyek, mind-mind tűnnek.
gyündökölnek ebben az új életben. Halleluja! Thank you.
Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönettel állunk meg előtted, hogy napjainkhoz újabb napokat adtál. Jézus Krisztusban isteni arcod ránk ragyog. Köszönjük, hogy a zsoltárokon keresztül adtad nekünk az imádkozás csodálatos lehetőségét és ajándékát. Hogy hozzád fordulhatunk minden dolgunkkal, mert egész életünkkel hozzád tartozunk. E mai együttlétünkön is légy közöttünk, hogy áldásodat megtapasztalva menjünk egy-egy lépéssel közelebb felé. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igényét olvasom Máté evangéliumából a 26. rész 30. versét. És dicséretet énekelvén kimenének az Olajfák hegyére. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az egyházi zene és éneklés szerepe és jellegzetessége eme ige alapján így jelenik meg előttünk. Jézus a húsvéti ünnep előtt, a páska bárány elfogyasztása után tanítványaival együtt énekelte a hallél zsoltárokat. Magasztaló énekek, dicsőítések, majd kimentek az Olajfák hegyére. Ezek az úgynevezett hallél zsoltárok, 113-tól a 118. zsoltárig, hallél vagy halleluja zsoltárok, ami annyit jelent, dicsérjétek az Urat. Dicsőítő énekek ezek a zsoltárok, amelyek Isten hatalmát és fenségét dicséri. Isten tetteit és tulajdonságait mutatják be. Ezek közül például a 115. zsoltár, nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget. Az igazi kultusz az a dicsőség, amit az Isten magának tulajdonít. Az embernek pedig legnagyobb kiváltsága és ajándéka az, hogy ezt a tiszteletet rajta keresztül cselekszi meg az Úr. Ez az utolsó vacsoráról való induló ének, bűnbánat, az Úri Szent vacsora szereztetése, új élet és lélek Jézusban. Jézus búcsúzik a tanítványaitól. Pétert figyelmezteti. Júdás épp elárulja az éneklés közben. Az értünk való szenvedésre emlékeztő ének az igazi egyházi ének, az egy igazi egyházi zene. Csak ebből jött azután a glória is, az Isten dicsőítése. Kell hát ezeket a zsoltárokat énekelni, a tanítványoknak és a zsoltár szavával kell az üdvözítés titkát tanulni. Az igazi ön és Isten ismeretre van szükségünk. Joseph Haydn, a derűs zeneszerző mondata, nagy az én bűnöm, de még nagyobb az én megváltom. Legyen meg a te akaratod. Az igazi egyház zene újból elmélyíti bennünk, hogy mi teremtmények vagyunk. Tudatos kapcsolatban állunk a végtelennel, de nem vagyunk végtelenek. Ember létünkre emlékeztet, mely lét olyan drága Istennek. Az egyház zene felmel Istenhez újból, és hálára készít azért, hogy emberré teremtettünk. Akit elnyerjük mi, átélhetjük az Isten kegyelmét és hűségét. Ezt a nagy szeretetet, amelyről szó van ebben a zsoltárban, itt. A te nevednek szerez dicsősége, szeretetedért és hűségedért hangzik. Isten gyönyörködik bennünk. És nem reménységgel tölt el minket, e mostani a változó világunkban is. Ez a gondolat, ez a szó, ez a mondat. Végül ez az ének az örökké való Úrvacsorához vezet el minket. Az idézet így hangzik a Bibliában. Ti az én barátaim vagytok,
nem iszom addig szőlőtőkének terméséből, amíg veletek együtt nem iszom én a mennyei atyám országában. Ez az isteni szeretetre emlékeztet minket, és arra, hogy mi is így szeressünk. Ilyen bizalommal legyünk Isten és egymás iránt is. Johann Sebastian Bach utolsó művének megváltoztatta tervezett címét, mégpedig így. Trónusod elé járulok én. Közösségi énekez, mert közösen éneklik, és nem egyedül. Én Jézus is énekel, lássuk Kodály gondolatát. Vannak az emberi léleknek olyan zugai, melyben csak a zenén keresztül lehet eljutni. A zsoltárok nem csak szépek, hanem mint Isten igéje, szent lelkének sugallatát és ikletét leheli. A zsoltár a cél a léleknek. Éneklésünkben éppen a zsoltárok adják meg Isten tiszteletünkön külön református jellegzetességünket. Mi valljuk meg énekünkben is, hogy Isten legtisztábban igényével dicsérhetjük, amint a nagy református Kálvin János mondta. Nekünk kell dicséretet énekelni. Ezért is ígérte meg Isten a feltámadást mindazoknak, akik benne hisznek és bíznak. Aki az eget és a földet alkotta, az elég hatalmas arra, hogy újját teremtse a világot, hogy örök élettel ajándékozzon meg bennünket. Akkor tovább tudjuk őt dicsérni és magasztalni. Továbbá a derűs tanítás a zenéről. Amikor az Úristen otthon van, akkor az angyalok Bach zenéjét játsszák és éneklik. Ha eljön otthonról, akkor Mozart zenéjével csintalankodnak. Ha visszajön, Beethoven örömódáját énekli. Álljon most itt előttünk Karaszon Dezső orgonaművész üzenete a világ magyar reformátusságának. Az emberiség ezeni szempontból a történeteknek kritikus pontján jár. Talán ki sem kell fejteni ezt a tételmondatot az orgonaművész úrnak. A krízisnek az egyik jele és fájdalmas része az, ami a zenével történik. Ez nem véletlenszerű, hanem az összes többi kritikus ponttal analógiában áll. Mintha az a pillanat érkezett volna el, amikor az emberiség kezdi kiejteni lelkéből a zenét. Egyrészt elképesztő zaj vesz minket körül, másrészt a fiataloknak egész nap lélekölő zene szól fülhallgatóikon keresztül. Bartók Bélának volt egy akadémiai előadása, amely arról szól, hogy mentse meg az Isten az ivadékainkat a gépi zene áramlataitól. Bartók kérése úgyhogy nem hallgattatott meg. Az egyház feladata ma is a lelkek mentése, és ennek kiváló eszköze lehetne a zene. Az embereket meg lehet vigasztalni egy énekkel. Idézem a professzor úr gondolatát. Az egyik kollégám haldokló édesanyja már hosszú hónapok óta nem szólt senkihez egy szót sem. A kollégám egyik nap hazafelé tartva az utcán összetalálkozott betelemesekkel, és elhívta őket magukhoz. Az út elkezdte karácsonyi énekeket énekelni a beteg édesanyjának, aki fölült, és a negyedik strófától már velük együtt énekelte. Beigazolódott az ókori elképzelés, az elemitikus hatalom, tapintható valóság. Isten népe mindig éneklő nép volt. És ha nem énekel az egyház, akkor ön ellentmondásba kerül. Ezekből a szilánkokból talán összeáll az üzenetem. Ne sajnálják az energiát, keressék meg azt az élet elixírt, amelynek egyetlen forrása a zene. Dr. Hegedűs Lórán püspök úr 1994-ben Orgona Szentelő háladó Isten tiszteleten Sámuel első könyvének 16. fejezeté alapján hirdette az igét, Dávid lantja felvidítja a komorsaót.
A zene csodáját fejezi ki ez az igei üzenet. Saul gonosz lélek gyötörte, de megtörténik a csoda. Mert Saulból eltávozik a gonosz lélek, és lám meggyógyul. Mi is átélhetjük a zene csodáját, mert az orgona Isten trónjához emel bennünket, betölt a lélek örömével, más emberré formál bennünket. Így legyen. Amen. Gyertek testvérek és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy velünk voltál a mely napon is, és hallhatok örök ígének igazságát. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezet közösségében mi mindig örvendezhetünk, boldogak lehetünk, hiszen itt vagy, és a Te igéd szól közöttünk. Megvalljuk, hogy sokszor mi is tusakodunk, és tusakodásokon megyünk keresztül, amíg igédből a Zsoltárossal együtt eljuthatunk életünk egyedüli forrásához, Jézus Krisztushoz. Kérünk, adj nekünk megtisztult tekintetet, hogy bizalmunkat, reménységünket és egész életünket mindig benne találjuk meg. Jézus Krisztusért kérünk, közben járunkért, hallgass meg minket, Szent Lelked által. Amen. Urunk Jézus Krisztus eképpen tanított bennünket imádkozni. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró éneket éneklenénk. A már megkezdett énekünket záró énekként énekeljük a 294. dicséret harmadik versét. A harmadik vers így kezdődik. Jézus üdvösségem, tavagy földön éjjel, örök örömmel. Thank you.
sok szeretettel Vivaldi ámol koncertójának első tételét Johann Sebastian Bachban rosszért minket, akár jó, mindenképpen hagyjuk hálát.
hallgassátok szeretettel egy Georg Friedrich Händel művet, Menüet. Thank you.
szeretettel köszönjük meg, aki eljött erre a mostani esti orgonák éjszakája koncertre, és hívogatjuk is szeretettel mindazokat, akik itt közelben laknak, esetleg vasárnaponta 10 órakor vannak istentiszteletek. Ahogy látják, több szobrot is lehet látni az előtérben. Az egyik ugye a református kormányzónak, Horthy Miklósnak a szobra, aki ugye a templom alaptő letételénél még aztán itt volt a felszentelésen, már nem, mert pont akkor vonult be Kolozsvárra 1940-ben, novemberében, úgyhogy akkor nem tudott itt lenni, de hát az ő kormányzósága alatt több templom is épült Budapesten, és kapott a református egyház telkeket, hogy azon a templomokat felépíthessük. Len egyébként a templom alatti altemplomban, a Szabó Dezső katakomba színházban több festmény is látható, a Rákóczi hazatéréséről, az 1919-es kommun utáni Horthy Miklósért bevonulásról, illetve ahogy Kassa városa átadja a Bocskai Istvánnak a kulcsot, két másik szobor pedig Ravasz László püspöké és Uta Erény Során püspöké. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Most pedig befejezésül Schmidt Dávidtól, Zsigmondtól hallgassuk meg a Toccatát. Thank you.
Kedves vendégeim, szeretettel köszöntök mindenkit. Én a Szabadságtéri Adatérés Templom presbitere vagyok, egyik presbitere vagyok, és hálatelt szívvel szeretném megköszönni Schmidt Dávidnak, Schmidték kis Judit édesanyjának a közreműködését, dr. Mészárosné, Hegedű Zsuzsanna, lelkipásztor nagy tiszteletű asszony, és énekművésznek a közreműködését. Sok szívvel köszönöm, és még egy nagy tapsot mindenki megérdezik.